Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás augusztus 15-éig. Az első kártyáknak mindig van egy fontos jelentősége. Itt látható ez a fa. Egyrészt azt jelenti, hogy keresed a helyedet az életben, ahol úgy érzed, igen, ide most elérkeztem, itt le tudok gyökerezni. A fa alatt itt van ez a kereszt. Természetesen utalhat vallási témákra, vagy egy spirituális területre is, de jelenti az élet utadat, hiszen itt vagy most ennél a kereszteződésnél, és megkérdezed azt, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Itt a kereszt mellett látható ez a kislány, és a kezében van egy 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz. És itt lesznek ezek a változások, hiszen a gólyák változásokra utalnak. De, ha megnézzük a képeket, a gólyák és itt a gyermekek utalhatnak egy kisbaba születésére is. És a közelben itt van a szerelem istennője, átnyújtja ezt a lángoló szívet, és a hold utal terhességre, utal mély érzelmekre is. Itt a koporsó jelent régi dolgokat. Az lehet egy kármikus szerelem, de azt is jelentheti, hogy valaki visszatér a múltból, és itt szerelemről van szó. Visszatérve az első kártyára, ez a fa jelenthet gyógyulást is, vagy egészségügyi témákat. És itt lesznek változások, meg lesz a gyógyító erő, hiszen itt van a szerencse, azon kívül a könyvek utalnak erre a tudásra. Lehet, hogy ez a hivatásod, vagy ez a férfi áll kapcsolatban ezekkel a kártyákkal, tehát lehet egy orvos, egy gyógyász is. A gyógyulást, vagy a gyógyító erőt jelentheti ez a kígyó is, hiszen szimbolizálja ezeket a megújulásokat. Amit még ez a kígyó jelenthet egy hölgy, de itt vannak még problémák. Ez a hajó utalhat arra, hogy javulni fog a helyzet, megvan rá a remény, vagy azt jelenti, hogy ez a hölgy külföldön él, vagy vannak külföldi kapcsolatok. Ezek a nehézségek, problémák elmúlnak, hiszen az egerek eltávolítják ezt, és itt lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy meghívás, erre utal ez a virágcsokor. Ha te egy nő vagy, akkor itt vagy látható a képen. A feletted lévő kártyák utalnak a te gondolataidra vagy terveidre. Itt ez a virágcsokor azt jelenti, hogy te tisztában vagy a te külsőddel, a te szépségeddel, de utalhat arra is, hogy megszépítesz valamit. Az lehet az otthonod, hiszen a virágcsokor ezzel a házzal áll összefüggésben. Azon kívül te tervezel valamit, és ez az életutad, ami erősít téged. Hamarosan lesz egy jó hír, ezt jelenti ez a levél, ami szintén erőt ad számodra. Alatta megjelennek a halak, ezek lehetnek anyagi dolgok, vagy egy nyeremény is. A halak mellett itt van ez a torony, az utalhat hivatalos dolgokra, bírósági ügyekre,
de itt jól alakulnak a dolgok, hiszen a nap kihat erre a toronyra, és az jelenti a valóságot, kiderül az igazság, és sikereket hoz. Azon kívül, ami az anyagiakat illeti, itt van egy növekvés, itt vannak előnyök, vagy lesz egy nyeremény. Nem csak a nap áll ezzel a toronnyal összefüggésben, hanem a virágcsokor és ez a kígyó. Ez lehet gyógyító erő, vagy mellékutakon derül ki az igazság, de azt is jelentheti, hogy ez a hölgy segít ebben az ügyben, hiszen a kígyó utalhat egy nőre. Ez a hegy szintén a gondolataidra utal, amikor nyomaszt valami. Szerencsére itt vannak a közelben az egerek, és az egerek eltávolítják ezt a hegyet. Hiszen a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tehát ezek a nehézségek, problémák, vagy ezek a gondolatok elmúlnak. Visszatérve még erre a hivatalos ügyre, vagy bírósági ügyre, te itt hátat fordítasz, ez le lesz zárva. Itt lesz egy új tekintet, egy új irány. Ez a torony utalhat érzelmekre is, amikor félelmek, bizonytalanságok vannak, és úgy érzed magad, mintha benne lennél ebben a toronyban, mint egy labirintus, és keresel egy kiutat. De, mint ahogy mondtam, te hátat fordítasz ennek, és akkor az a múltra utal, ezeket a dolgokat lezártad, és felszabadultnak érzed magad. Elbúcsúztál ezektől a bizonytalanságoktól. Érzed azt is, hogy mások észrevesznek téged itt a nyilvánosságon. Itt a kutyánál a baráti körről van szó. Azon kívül itt a lilium azt jelenti, itt tisztázódik valami a környezetedben. Ez a férfi szimbolizálja a te lelki társadat. Itt lesz mozgás, előre mennek az események. A háttérben itt van a csillagkép, ami szerencsét hoz, de azt is jelenti, hogy ez benne van a csillagképekben, a sors könyvében. És itt meg lesz ez a lehetőség, hiszen ez a hölgy átnyújtja számodra ezt a kulcsot, és ezzel a kulccsal nyílik itt egy új ajtó. És ez szerencsét hoz neked, a párkapcsolat területén, de a munkádnál is, hiszen itt van ez a horgony, aminek két jelentősége van. Egyrészt jelenti azt lehorgonyozni a párkapcsolat területén, a másik jelentése ennek a horgonynak a munka és a hivatás. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, nyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, és ez a gyűrű utalhat egy szerződésre is augusztus hónapban. Itt megvannak a sikerek. Amit ez a gyűrű még jelent, a kapcsolatok, hogy ez a férfi keresi a kapcsolatot veled, de itt megjelenik egy másik férfi is, egy lovas férfi, aki visszatér a múltból. És ez látható itt a kártyáknál, egy régi kapcsolat, itt szerelemről volt szó, és a sors utatok újra kereszteződni fog. Tehát valaki visszatér a múltból. Amennyiben te egy férfi vagy, akkor itt vagy látható, itt ennél a jóslásnál. A kártyák fölötted utalnak a gondolatokra. Itt a holdnál lehetnek anyai témák, de utal mély érzelmekre is.
A madarak szimbolizálják a beszélgetéseket, tehát te szeretnél érzelmekről beszélni. Itt a lilium jelenti az ártatlanságot, a tisztaságot. Te szeretnél valakivel valamit tisztázni. De visszatérve hozzád, ha te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a kirakásnál, számíthatsz arra, hogy a te lelki társad visszatér hozzád, beszélni akar veled érzelmekről, és rendezni szeretni a dolgokat. Vagy azért, mert te vagy ártatlan, vagy azért, mert ő ártatlan, valamit akar tisztázni veled. A múltat itt ezek a kártyák jelentik. A felhő, az mindig olyan átláthatatlan. Itt ez a korbács, azt jelenti, hogy ez fájt, vannak fájdalmas emlékek és hamisságok a háttérben. És itt a közelben megjelennek a könyvek, ez utalhat ugyan tudásra is, de azt is jelenti, hogy eddig ez a férfi zárkózott volt, nem beszélt ezekről az eseményekről, mindent úgy eltitkolt előled, de most azt szeretné, ha itt lenne mozgás, ha itt kinyílna ez az ajtó, ezek a lehetőségek, és ez a park utal a nyitottságára, és elmondja azt, hogy mi történt az elmúlt hónapokban. És én kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!